Sziasztok! Én Fóger Frigyes vagyok, független filmes, és ismét innen jelentkezek a föld alól, most már Magyarországról. Ja, igen, a fejhallgató az azért van, mert a hang sokszor fontosabb, mint a kép. Ez egy kicsit olyan, mint amikor Rómában jártam, és az ős keresztényeknek a katakombáit látogattam meg. Ahogy a dolgok alakulnak, elképzelhető, hogy nekünk is nem sokára katakombákba kell menekülnünk. Apropó, katakombák. Eszembe jutott egy írást, melyet néhány évvel ezelőtt olvastam, és szeretném megosztani veletek. Szolovjevnek hívják a szerzőt, egy orosz író volt, ennek a címe az Antikrisztus. Érdekes történet, belinkelem ide nektek, illetve majd kaptok egy linket itt a videóablak alatt, ahonnan letöltethitek a könyvet PDF formátumba, hogyha érdekel titeket. Ez pedig egy olyan különleges vörös rész pohár, és mellette itt van egy ilyen víztartó. Ezeket a Krisna völgyben, Somogy Vámoson találtam. Az ájurvéda szerint ezekben érdemes tárolni vizet, ugyanis az ebben tárolt víz úgy körülbelül 2 óra után a benne lévő baktériumokat, azt mondják, hogy a vírusokat, és ebben nem vagyok benne biztos, de a baktériumokat elpusztítja. Hát a réz, a vörös réz azért híres, erről a szerepéről már a régiek is nagyon tudták. Ott Somogy Vámoson, a Krisna völgyben fantasztikus biofarmot is találtam náluk, hihetetlen egy hely. Menjetek el, óriási terület, és nagyon érdekes a gondolkodásuk is. Érdemes megnézni, hogy élnek, milyen ételeket esznek, miben hisznek. Nagyon kedves szelíd emberek, és az ott legelő teheneknek pedig igazán mennyi életük van itt a Földön. És ha már a táplálkozásról van szó, akkor ne felejtsük el azt, hogy a táplálkozás az a tudatfejlődéssel is kapcsolatban lehet. Legalábbis Gellért Ferencnek a könyve alapján. Ez egy olyan különleges könyv, melyet én még sose láttam a magyarországi könyvpiacon, úgyhogy nagy szeretettel ajánlom nektek. Ebben a könyvben említése kerül az úgynevezett fénygyökér, amely Kínából származik, de már itthon is termeszték pár évvel ezelőtt Németországban. Erről a fénygyökérről készítettem egy rövid dokumentumfilmet. Die Lichtwurzel ist eine Wurzel, die ungefähr oder sagen wir mal eine A fénygyökér egy olyan gyökér, vagyis olyan gumó, mint a burgonya. Csak éppen nem tartozik a burgonya félék közé.
Nagyon mélyen le tud nőni a földbe, és elérheti akár a másfél-két méteres mélységet. Felfelé pedig kúszó növényként viselkedik, és akár 15 méter magasra is megnőhet. De mivel kapaszkodik, csavarodik, ezért nem lesz ennyire magas, és ezért el lehet ültetni melegházban. Az a nehézségünk, hogy nincsenek itt olyan földjeink, ahonnan ezt a mélyre növő növényt be tudnánk takarítani. Ilyen mélyre nem tudunk lehatolni, és földünk is nagyon sűrű. A fénygyökér egy olyan gumó, amely Kínából érkezett, és az egyetlen növény, amely ilyen nagy mértékben képes tárolni és elraktározni az életétert és fényétert, különösen a fényétert, és amelyre az embereknek ma a táplálkozásban szükségük van. A jó hír az, hogy Magyarországon is már kapható a fénygyökér különböző formában. Nem olyan drága, mint például Németországban. Nem tudom, hogy igaz, de én azt hallottam annak idején, hogy Abraham Lincoln volt amerikai elnöknek, volt egy mondása, mely így szólt, hogy ha igazán meg akarunk ismerni egy embert, adjunk a kezébe egy időre nagyon sok pénzt. Ismét fel szeretném hívni a figyelmeteket egy könyvre. Ez a könyv szabadon letölthető, teljesen legálisan a kiadó így döntött, és egyébként ezt a darabot pedig az itthoni könyvesboltok egyikében találtam, és azért kifizettem egy pénzt, ugyanis én jobban szeretem a papírformátumot. Konkrétan ezt a könyvet azért nagyon ajánlom a figyelmetekbe, ugyanis Bernard Lieter az egyik szerzője, aki néhány évvel ezelőtt az itthon megrendezett első helyi pénzkonferenciának volt az egyik fő vendége. Olyan technikákat, működő technikákat mutat be nekünk, melyekkel valószínűleg a elkövetkező, mert biztos, hogy fognak még jönni pénzügyi krízisek, sokkal könnyebben fogjuk túlélni. Nem győzöm elégszer ismételni, hogy amikor Upstate New Yorkban, Ithaca-ban voltam, és az ottani helyi pénz kapcsán az ottani emberekkel készítettem néhány interjút, ott elmesélték nekem, hogy a nagy gazdasági világválságkor a New Yorkiaknak százezrei azért nem haltak éhen, ugyanis a helyi pénzek segítségével, ennek a technikának a segítségével képesek voltak emberi módon túlélni azokat az éveket. És bizony jó pár évig tartott ez a gazdasági világválság, sokkal hosszabb ideig, mint egyébként nekünk alapfogalmaink vannak erről. Jövő héten, ha minden jól megy, akkor ismét találkozunk. Addig is vigyázzatok magatokra, vigyázzatok egymásra. Sziasztok! Tudom, hogy a jó fog győzni, és tudom, hogy nem vagyunk egyedül. Filmjeimet már milliók látták. Fogan Frigyes vagyok, a kulturális kreatívokról szóló filmek egyik alkotója.